Szeretettel várunk minden restauratív fogászattal foglalkozó kollégát is. Ma már hazánkban is egyre több fogorvos nyitott, a nagyítás nyújtott a új világra. Egyre többen szeretnénk megismerni azt, hogy milyen előnyöket nyújtanak ezek az eszközök a munkánk során. Az elmúlt év előadásait, hands-on kurzusait végigtekintve egyre növekszik a résztvevőknek a száma. Az idei Dental World-ön, illetve a Microworld szekción belül próbálunk ugye arra fókuszálni, illetve ez volt a célom ennek a rendezvénynek az idei megszervezésével kapcsolatban is, hogy ne csak azon profitáljanak ebből a rendezvényből, akiknek már van mikroszkópjuk vagy lupéjuk, hanem minden egyes résztvevő hazavigye a saját maga take-home message-ét, és megváltoztassuk a kezelési stratégiáját. Gyakorlatilag idén egy eddig is már mondhatjuk azt is, hogy világklasszist, vagy az eddigi mikroszkópos világnak a fő képviselőjét hívtuk meg, ugye Nazeri Mikhailyukot. Ő az egyik vezéregyénisége ennek a témának. Tavaly nagyon sikeres volt az ő előadása is, és a hands-on kurzusa is, teltházzal működtünk mindkét rendezvényen. Ezért őt azonnal meghívtuk, hogy mondjon nekünk még valami újat a digitális világról is. Ebben az évben Dr. Csillag Máriának, az Európai Kozmetikai Fogászati Társaság hazai képviselőjének a közbenjárásával meghívtam két olasz előadót, Gregory Brambillát és Simone Vaccarit, akik az ESCD tagjai, és ők fogják megtölteni Nazeri Mikhailyuk mellett a két napot, hands-on kurzusokkal, illetve előadásokkal. Biztos mondhatom, hogy a két olasz úriember a saját olaszos vérmérsékletével a két nap sava borsa lesz, és nagyon sokat fogunk tudni tanulni tőlük. 12-én csütörtökön először Csillag Máriának az előadásával fogunk kezdeni, aki ugye a mosolytervezésről fog beszélni, illetve az ESCD, tehát az Európai Kozmetikai Fogászati Társaságot fogja nekünk kvázi bemutatni, hiszen ugye mondhatjuk, hogy semmiféle beavatkozást nem végezhetünk tervezés nélkül, minden kiterjedő, pontos tervezés nélkül, hiába tudunk szépen és jól preparálni a mikroszkópunkkal, ha ez nem előzi meg, akkor hiába való minden küzdelmünk. Mária után Nazeri Mikhailyuk fog következni, és a digitális világ rejtelmeibe fog minket bevezetni. Ő már az analóg lenyomatvétel felől ugye átterel majd minket a digitális lenyomatvétel rejtelmeibe. Ezek után Gregory Brambilla fogja folytatni a napot, és direkt, illetve indirekt restaurációkról fog beszélni. A csütörtöki napot Gregory Brambilla fogja kezdeni a hands-on kurzusokkal. Ő a direkt anterior restaurációkról fog beszélni nekünk, és ugye ezt fogja megmutatni a gyakorlatban is. Utána a délután folyamán Nazeri Mikhailyuk az előadásáról azonnal átjön a hands-on részlegbe, és workshopot fog nekünk tartani indirekt anterior restaurációkról, illetve a digitális lenyomatvételről. Pénteki nap alkalmával egy teljes napot szenteltünk Simone Vaccarinak, aki a hands-on kurzusán minket végig fog vinni a mosolytervezéstől, a fotózáson keresztül, a preparálásokon át, egészen a végleges munkának a beragasztásáig. Tehát egy teljesen komplett workflow-t fog nekünk bemutatni, hogy az ESCD, tehát ugye az Európai Kozmetikai Fogászati Társaságnak mi manapság az ajánlása, és ők hogyan dolgoznak ezen protokollok szerint. Az általános vélekedéssel ellentétben ma már nem csak az endodonciai beavatkozásaink során használunk nagyítást, hanem a fogászat számos más egyéb területén is. Így a Microworld kongresszus nem csak endodontusoknak szól, szeretettel várunk minden restauratív fogászattal foglalkozó kollégát is.